Országjárása részeként Karcag és Török Szent Miklós után vasárnap este érkezett szolnokra a Jobbik Magyarországért mozgalom elnöke. A lakossági fórumon méltatta a párt szolnoki működését, hiszen, mint Schneider Tamás elmondta, a megyeszékhelyen áprilisban a szavazók 35%-a rájuk voksolt. Egész szolnok megyében, ahol mindenütt hasonlóan nagyon jó eredmények születtek a Jobbik részéről, minél inkább megerősítjük a Jobbik szervezeteit, a Jobbik tagságát. Nagyon szerencsés helyzetben van szólnak megye, mert nem érintette semmilyen komoly probléma az elmúlt időszakban az itteni jobbikosokat. Így én nagyon komoly esélyt látok arra, hogy az önkormányzati választások idejére még inkább megerősödik a jobbik, és akár komoly pozíciókat tud szerezni a megyében. Az országban kialakult rendszerrel szemben így nagyobb eséllyel tud tenni a legerősebb ellenzéki párt, tette hozzá. Elmondta, hogy 400 új tag lépett be a jobbikba, megyénkben is folyamatosan Érkeznek új szimpatizánsok a párt rendezvényeire. Minden városban, minden településen a jobbikos szervezeteket, jobbikos önkormányzati képviselőket keresik meg, a különböző pártok, a különböző helyi szervezetek, civil szervezetek vagy lokálpatióta szervezetek, illetve olyan személyek, akik meghatározó jelentőségűek tudnak lenni egy város életében, de egyébként nem foglalkoztak pártpolitikával. Mondhatnánk, hogy egy integráló erőt jelentünk most a vidéki Magyarország esetében, és ez komoly felelősség előséget jelent a jobbikosok számára, és hát ehhez kell a saját gondolatainkat is igazítani, és a saját politikánkat is. Most az uniós választásra készülnek, hamarosan elfogadásra kerül a programjuk. A pártelnök esélyt lát arra, hogy négy-öt képviselővel számolhatnak az uniós választások tekintetében.